Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik félig farkasok? Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik nem csak félig, hanem részben farkasok? Habár első hallásra a kettő hasonlónak tűnhet, ebben a videóban megbeszéljük, hogy miért nem azok. Mindenki találkozott már a farkas emberrel, mindenki tudja, hogy hogyan néz ki, és több mint valószínű, hogy mindenki úgy gondol rá, mint egy pusztán mitológiában szereplő lényre. Ez részben így is van, viszont itt jön a csavar. A farkas embereknek van két különböző típusa. Az egyik a lükan, a másik a werewolf, azaz vérfarkas. Tömören tisztázva a fogalmakat, a lükan létezik, a vérfarkas nem. A farkasok megítélése az adott század és az abban elfogadott vallás alapján történt. Az ókori görögök leírtak egy történetet, miszerint adott emberek nagyon komolyan lesoványodtak, majd mit ad Isten, csoportokba verődtek, és a korgó gyomor parancsának engedelmeskedve, üvöltözve járták az erdőket. Ez a csoportos erdőtúra magától értetődően élelemszerzés céljából történt. A farkas ókori megítélése az volt, hogy az állat nemes, tisztességes és nem utolsó sorban bölcs. Csak gondolj bele abba, hogy Róma legendás alapítóit, Romulust és Rémust történetesen egy farkas tartotta életben. Sem a görögök, sem pedig a rómaiak nem gondoltak arra, hogy egy mentális betegségben szenvedő embert esetleg gonosznak tituláljanak, pusztán azért, mert úgy viselkedik, mint egy farkas. Itt érdemes megemlíteni egy ellenpéldát, ugyanis ha megfigyeled Lokit, az ő egyik gyermeke egy hatalmas farkas. Ez a farkas lesz az, aki megöli Odint. De, amit itt nagyon gyakran elfelejtenek az az, hogy Fenrir alapjáraton az istenek barátja akart lenni, és csak azért lettek ellenségek, mert az istenek becsapták őt. Skull és Hati, a másik változatban maga Fenrir lesz az, aki lenyeli a napot és a holdat. Odin két farkasa, Géri és Fréki, az elesett katonák húsából lakmároznak. Magyarán szólva, a skandináv mitológia farkas kultusza, csak úgy, mint az istenek többsége, meglehetősen negatív. Aztán megtörtént a csoda. Jézus születése, illetve a keresztény vallás létrejöttének következtében a gondolkodásmód teljesen megváltozott. Az alapjáraton rendkívül babonás középkori elmefuttatásokat összehozták a kereszténység szimbólumaival, illetve metaforikus megnyilvánulásaival, és eképpen történt az, hogy a farkast nem csak részint, hanem egyetemesen gonosznak nyilvánították. A farkasokról feltételezték, hogy álnok és kegyetlen lények, ők az emberek ellenségei. Következésképpen mi történt? Megállapították, hogy a farkas a gonosz egyik megtestesült alakja. Gondolj bele! A keresztény vallásban melyik állat jelképezi az ártatlanságot? A bárány. Mi a bárány ellensége? Máshogy kérdezve, mi a bárány ellentéte? Manapság is használatos egy közmondás, miszerint valakivel farkas szemet nézni. A babona úgy tartotta, hogy ha valakivel farkas szemet nézel, akkor megvakulsz. A sámánok elgondolása alapján, ha farkassal álmodsz, akkor megnémulsz. Ha azt hallod, hogy valaki farkas fogra került, az azt jelenti, hogy örökre elveszett. Ha megnézed a gyerekeknek készült meséket, például a piroska és a farkast, azokban az állat mindig gonosz. Miután a farkas gonosz mi volta, minden középkori ember fejében elkezdett fészket rakni, megtörtént a második felvonás. Az oly gyakran emlegetett boszorkányperek kezdete. Senkit ne tévesszem meg, a boszorkányok azóta léteznek, amióta az emberek közösségben élnek. A római törvényekről érdemes tudni, hogy csak a gonosz mágiát büntették, a természetimádást és az ahhoz hasonlókat nem. Az első hivatalos boszorkányper 1275-ben történt. Egy középkorú francia asszony beismerte, pontosabban kikínozták belőle, hogy az ördöggel cimborált. Nagyon lényeges volt jegyzőkönyvbe venni, hogy az ördög félig kígyó, félig farkas alakban látogatta meg. Gondolom senki nem lepődik meg, ha azt mondom, hogy a farkas embereket elátkozták, és az őket elátkozó egyed nem más, mint egy boszorkány. Megalakult egy eszme, melynek keretein belül megfogtak egy adott fajt, jelen esetben a farkast, és azt az ördög cimborájának titulálták. Márpedig ha valakit vagy valamit az ördög barátjának nyilvánítottak, az egyenesen arányos volt azzal, hogy a napjai meg voltak számlálva.
Mint említettem, a farkas embereknek két típusa van. A lükan és a vérfarkas. A lükan nem más, mint egy valóban létező, de mitológiai lényé változtatott ember. Adott egy mikromániás téveszme, melynek értelmében a beteg farkasnak képzeli magát. Ezt a betegséget úgy nevezik, hogy lükantrópia. A szó eredetét mindenképpen elmesélem. Az történt, hogy volt Zeus. Mindenki hatalmas meglepetésére éppen azon volt, hogy egy nővel gyereket készítsen. Csak hogy a nő apja megtudta ezt. Az apját úgy hívták, hogy Lükaón. Lükaón árkádiai király kitalálta, hogy Zeust meghívja vacsorára, ahol a menüt olyan ételekből állítja össze, amiket emberhússal kevert. Az történt, hogy Zeus rájött erre, és büntetésképpen Lükaont egy nagyjából farkassá változtatta. Ebből a történetből született meg egy görög szó, nevezetes lükántroposz, ami szó szerint azt jelenti, hogy farkas ember. A lükántroposz görög szó középkori boszorkányperekben, illetve manapság is használt változata a lükantrópia, amit úgy kell értelmezni, hogy adott ember belenéz a tükörbe, és nem magát látja, hanem egy farkast. Továbbá úgy is viselkedik, mint egy farkas. Négy kézláb közlekedik, liheg, nem képes elviselni a ruhát, üvölt, mi egymás. Egy nagyon komoly mentális problémáról beszélünk. A lükan másik változata a vérfarkas. A vérfarkas az egy az egyben egy mitológiai lény, amit mondjuk úgy, hogy a lükanból csináltak. Mi a különbség? A lükan egy olyan lény, ami részben ember és részben farkas. Itt lesz majd egy spirituális vonatkoztatás is, mindjárt elmondom. A vérfarkas egy ember, aki félig farkassá változik. Tudom, hogy gyakorlatilag ugyanannak tűnik, de nem az. Mindenki tudja, hogy a vérfarkasok megjelenése gyakorlatilag egy dologtól függ. Akkor jelennek meg, amikor teli hold van. Na most a holddal kapcsolatos babonák összessége egészen elképesztő. Először is meg kell érteni, hogy az a mítosz, miszerint a vérfarkasok telihold idején változnak át, legalább annyira helytálló, mint hogy a vámpírok harapással szaporodnak. Az emberek minden megfigyelésüket mindig és mindenkoron a tőlük telhető legjobb tudásuk alapján próbálták értelmezni. A teliholddal kapcsolatos babonák általában negatívak, tehát annak bekövetkeztekor gyakorta valamilyen rossz dolog fog történni. A másik változat szerint a teli hold előhozza az emberek valódi énjét, jelen esetben a farkast. A farkas emberekhez nem csak a teli holdat párosították, hanem a holdfogyatkozást is. Tudnélik, a holdfogyatkozás oka nem más, mint hogy egy kutya, gyakrabban vérfarkas, harapdálja azt. Amikor a hold egyik fele elsötétül, akkor technikailag az történt, hogy egy vérfarkas széttépte. A középkori vérfarkasok átváltozásai leggyakrabban egy átoknak köszönhetően történtek meg, mely csak akkor fog elmúlni, ha legyőzi az átkot kimondó egyedet, vagy megfizeti a, nevezzük úgy, büntetést. Azonban akadtak esetek, amikor bejött a képbe egy konkrét gonosz. Egy bírósági tárgyaláson megkérdezett fiú azt mondta, hogy ő vérfarkas. Amikor megkérdezték, hogy hogyan lett azzá, azt felelte, hogy az erdőben találkozott egy fekete lovon ülő, fekete ruhát viselő férfival. Ez a férfi megcsókolta őt, következésképpen a szolgálatába fogadta. Ezután adott neki egy farkasbőrt, illetve egy kenőcsöt. A használati utasítás szerint holdfogyatkozás bekövetkeztekor kenje be magát a kenőccsel, majd vegye fel a farkasbőrt, és maga is vérfarkassá változik. A kockázatokról és a mellékhatásokról nem esett szó. Itt hozzátenném, hogy az a bizonyos kenőcs farkasfogból készült, ami történetesen egy növény és gyógyítási célokból alkalmazták. Összegezve, a vérfarkas azért néz ki úgy, ahogy, mert megátkozták, vagy nagyon ritkán szándékosan adta magát a gonosz szolgálatába. A teliholdas átváltozásról durván 3 darab feljegyzés maradt, ami igencsak csekély. Ezzel szemben a lükan nem csak félig, hanem részben farkas. Nagyon fontos megérteni, hogy míg a vérfarkas egy félig ember, félig farkas, magyarán egy két lábon járó farkas, addig a lükan egyszerre ember és farkas.
A Lukannak van egy tudományos és egy ezoterikus, avagy azt hiszem, hogy megfogalmazása. A lukantrópiában szenvedő emberek elvárják, hogy a saját képzelőerőnk segítségével képzeljük el, hogy az ő képzeletükben létező alak a mi képzeletünkben is testet öltött. Tehát ők úgy gondolják, hogy a saját elképzelésüket mi is ugyanolyan formában látjuk. Így jön képbe a spirituális téma. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy két testük van. Egy rendes, illetve egy asztrális. Úgy vélik, hogy egyszerre élik egy ember és egy farkas életét. Továbbá képesek választani, hogy éppen mikor melyiket szeretnék használni. Képzeld el, hogy nagyban mész az erdőben, és megtámad egy lukan, egy farkas. Tegyük fel, hogy levágod a bal első mancsát. Akkor gyakorlatilag az történik, hogy a lukan emberi teste úgy szintén elveszti a bal kezét. Összegzésképpen a vérfarkas egy két lábon járó elátkozott ember, aki az esetek túlnyomó többségében akaratán kívül lett azzá. A lukan egy kettős életet élő lény, ami bárhol, bármikor szándékosan cserélheti a testét. Tekintettel arra, hogy mind a kettő szorosan kapcsolódik a mitológiához, nem meglepő a tény, hogy a megölésükkel kapcsolatban is kidolgoztak egy tervet. Hogyan kell megölni egy vérfarkast? Mindenki tudja, ezüsttel. Ha esetleg érdekel, hogy miért éppen ezüsttel, nézd meg ezt a videót. Egy ezüst valamit kell a szívébe, vagy a fejébe döfni. Természetesen számításba kell venni, hogy a vérfarkas megölése az a végső megoldás. Az átok feloldható. A lukan esetében más a helyzet. Azt nem tudod ezüsttel megölni. Csak és kizárólag úgy, hogy kitéped a gerincét. Feltételezték, hogy a gerinc eltávolításának következtében nem lesz képes testet cserélni. Meg kell hagyni, gyanús, hogy nem lesz. Érdemes megfigyelni, hogy mind a lukan, mind pedig a vérfarkas általában férfi. Nagyon elszórtan találkozhatunk vérfarkas nőkkel, azonban ők ritkák. Ennek az oka nem más, mint hogy a nőket nem a vad és vérszomjas magatartással állították párhuzamba, hanem a félénkkel és az alattomossal. A boszorkányokról tudni kell, hogy nem csak hogy ők felelősek az emberek vérfarkassá változtatásáért, de ugyanakkor mivel ők is az ördög segédei, képesek saját alakváltásra is. Ez az alakváltás nem más, mint hogy átváltoznak macskává. Ezek a macskák az esetek többségében feketék, és a fő eledelük a csecsemőhús. A középkorban rengeteg olyan mozgalom volt, amelyek során mindent elkövettek, hogy adott fajt, csoportot vagy közösséget elpusztítsanak. Azonban tagadhatatlan az, hogy a farkasok, illetve a farkas emberek iránti gyűlölet esetenként jogos volt. 1589-ben egy német úriember, bizonyos Péter Stump, bevallotta, hogy időről időre farkassá változik, továbbá azt is, hogy mindaddig több mint 10 gyereket és két várandós asszonyt elfogyasztott. 1764 és 1767 között a Le Bédu Gévaudan, avagy a Gévaudani bestia, Dél-Franciaországban megközelítőleg 100 emberrel végzett. Egyetlen farkas durván 100 embert megölt. Az nem gyenge. A farkas emberek módszeres üldözése a 18. század elején véget ért. Azonban a farkasok iránti gyűlöletet, habár gyakran csak hobbi szinten, de még nagyon sokáig művelték. A manapság forgalomban lévő mesékben párhuzamot vontak a sárkány, illetve a farkas között, melynek eredményeképpen mindkét lénynek az a szerepe, hogy valaki megölje őket, majd ennek következtében hőssé váljon. Szóval ez lett volna a farkas emberek története. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!